jelenlegi munkám az tulajdonképpen két részből áll. Egyrészt élek, mint zeneszerző és dolgozom, másrészt pedig az egyetemen az ének tanszéket vezetem. Ez annyiban különösen fontos, hogy most egy új ének tanárképzési formát indítunk be a 88-89-es tanévben, és remélem, hogy ez az énektanárképzésben általában is egy lényeges előrelépés, és különösen lényeges előrelépés így a régió énektanári ellátottságában, mivel hát Dél-Dunántúlon igen komoly hiányosságok mutatkoznak ezen a téren. Úgyhogy ezzel van munkám elég, és hát ez meglehetősen le is köt. Most fejeztem be, tehát épp most írom az utolsó vonalra egy partitúrán, ez egy felvonásos balett, ami Eck Imre számára készült, és a bemutatója az március 24-én lesz a tavaszi fesztiválon, a Budapesti Operaházban. Ennek az új zenének van egy generációnyi múltja már. Ide sorolom mondjuk az elektronikus zenét, ami ma már tényleg általános megtekinthető, mert hiszen a mindenféle műfajban meghatározó érvénnyel van jelen. Ugyanakkor kétségtelen, hogy jelenleg egy elég nagy átrendeződés figyelhető meg. Ennek az egyik része az, hogy a hagyományos hangverseny élet miközben mondjuk konzerválódott, tehát tényleg megmaradt, és a lemezipar révén hát még konzervszerűbb lett. Ez a hagyományos hangverseny élet ugyanakkor éppen emiatt, a múzeumi jelleg miatt, hát egyre kevésbé tűnik életképesnek. Mostan ezzel szemben igazán életképes jelenleg úgy tűnik, hogy szinte csak a populáris zene. Ez a megváltozott közönség, ez mennyire képes fölvállalni egy olyan zenekultúrát, amelyik mondjuk kifejezetten a nagy szellemi produktumok igényével lép föl. Az a generáció, amelyek számára mondjuk már természetes az elektronika, a komputerek, de itt talán a számítógépnek nagyobb szerepe van, mert hiszen az egy olyan eszköz, ami feltétlenül aktív részvételt kíván. Tehát egy ilyen nemzedék számára mondjuk azok a lehetőségek, amiket az új zene az utóbbi évtizedekben meghódított, azt hiszem, hogy sokkal természetesebbek, mint annak a közönség számára, aki a régi zenén keresztül próbálja ezt megközelíteni. Tehát azt lehet mondani, hogy kívülről bekerítve tulajdonképpen jobb esély van a zene megértésére, mint hogyha valaki pusztán egy zenei lépcsőmászás segítségével kívánna elérni a mai zenéhez.
Úgyhogy én külön egyébként nem vagyok pessimista, természetesen optimista sem vagyok, hát zeneszerző vagyok.